barátaim. Tamás 14 évesen jelent meg a Kempinskiben. Olyan volt ez a konyha akkoriban a 90-es évek közepén, mint egy futballakadémia. Csak a legjobb szakmunkástanulók kerülhettek be, a legéletesebb tanulók, tehetségek. Ahogy néztem őt munka közben, olyan érzés volt, ami csak az élhetett meg, aki látta a 8 éves Metzit focizni, vagy az 5 éves Mozartot zongorázni. Az összeszorított szájú, vékony dongájú fiú, aki egyből mindent a legjobban akar csinálni, és addig nem is nyugodott, amíg azt meg nem csinálta. Addigra fiatal sévként láttam már néhány tehetséges tanulót, láttam, hogyan áll meg a fejlődésben a nagy ambíciójú ifjú, amikor a igyekezett, már nem elég ahhoz, hogy a tehetség korlátain tovább lépjen. És legfőképpen olyanokat láttam, akiknek tehetségével nem párosult a teremtő alázat és szorgalom. Ha a foci példájánál nem maradunk, főként Törőcsik Andrásokat, Détári Döméket láttam, nagy tehetségű, de kis és közepes szorgalom ifjakat, akik már a harmadik jól összedobott menüsor után úgy érezték, hogy beérkeztek. Szél Tamás nem ezzel a mentalitással érkezett a Kempinskibe. Nem ebben a szellemben nevelték, és még az akkoriban eléggé botrányos színvonalú vendéglátós képzés sem tudta leszoktatni arról, hogy a legjobb akarjon lenni. Nem az NBA-ben akar bizonyítani, hanem a Premier League-ben a legjobbak között. Sokszor elmondják, hogy a nagy teljesítmény mindig a tehetség és a szorgalom ötvözete. A mi szakmánkban az alázaté is. Teremtő alázatnak nevezem. A hagyomány magabiztos ismerete és az attól való elrugaszkodás bátorsága elegyedik benne. Ahogyan Szél Tamás újra gondolja a mindannyiunk által ismert somlói galuskát, vagy az édesanyja által megtanított rakott krumplit, ezt nevezem teremtő alázatnak. Keveseknek. Talán csak a legnagyobbaknak adatik meg ez a képesség. Az európai szakásművészet egészen Maestro Martino reneszánsz konyhájuk visszamenően végül is nem más, mint a hagyomány és a megújulás állandó párbeszéde. Éppen ez a jellegzetessége kapcsolja össze a magas kultúra olyan elismert művészeti ágazataival, mint a festészet, a zene, az építészet. Mert bár az élmény talán csak pillanatokig tart, és sokszor megismételhetetlen, az attitűd, a hagyomány kezelése, és ezzel együtt elég az új akarása azonos a konyhában és a műteremben. A magyar gasztrofalon egyebek mellett erről is szól. Hozzuk vissza az étkezés kultúráját, legyen a magyar konyha ismét a magyar kultúra része, ahogyan az volt mindig is. Tisztelt ünneplő! Szél Tamás megérdemli az Európa Polgári Díjat. Ez nem is kétséges. Bár elsőre talán meglepő, hogy ezt a magas kitüntetést egy szakács kapja. Ám az előbb elmondottak talán önöket is meggyőzték arról, hogy a szakácsművészet nem egyszerűen a táplálkozásról szól, hanem immár évszázadok óta része annak, amit európai kultúrának szokás nevezni. De van egy másik ok is. Tamás részese, alkotó, meghatározó részese annak, amit magyar gasztroforradalomnak szokás nevezni. És örülök, és önök már tudják, hogy a forradalmak a gasztronómiában a hagyomány talaján állnak. Azaz méltók az eredeti, régies elnevezésükhöz, a revolúcióhoz, ami annyit jelent, hogy körforgás. Visszatérés az eredeti állapothoz. Amikor Tamás 1996-ban belépett a Kempinski ajtaján, talán emlékeznek rá, a hortvágyi palacsinta, az aszpikos sonkatekercs és a budapestiet uralkodott a magyar gasztronómiában. A rendszerváltás egyelőre késett ezen a területen, és további 10 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy ne az államszocializmus hiánygazdasága által kifejlesztett ételekkel azonosítsák a magyar konyhát. Gondoljuk csak meg, az első magyar Michelin csillagra közel 15 évet kellett várni, a másodikhoz pedig már Tamásnak is köze volt, nem is kevés. Mégis, amikor ugyanebben az évben először indult a Bocuse d'Or versenyen, sajnálkozó pillantások kísérték az esélytelennek tart magyar fiút. Ennek ellenére első neki futása döntős lett, másodikra, tavaly már Európa bajnok, majd a világdöntő külön díjasa. Akkor azt mondta, soha többé nem indul. De én olyanak ismerem Tamást, aki nem nyugszik addig, ami meg nem nyeri a világbajnokságot is. Ilyen volt már 14 évesen is, tehetséges, konok és céltudatos. Így rövideig módon volt tanítani őt, aztán barátok lettünk, és ma már inkább én tanulok tőle. Büszke vagyok arra, a barátságra, és büszke arra, hogy nem kis részben Szél Tamás jóvoltából a magyar konyha ismét elfoglalta a helyét a gasztronómia világtérképen. Gratulálok, Tamás!